Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Gondot viselek juhaimra, mondja az Úr, és pásztor támasztok közöttük, hogy legeltesse őket. Én az Úr leszek Istenük. Ezrás könyvéből így szól a Szent Mise bevezető imádsága éneke. Mai napon Boromeus Szent Károly püspökre emlékezünk. A Szent Misét elhunyt szülőkért és nagyszülőkért ajánlom fel. Károly 1538-ban Arona várában született, először jogot tanult Páduában, aztán nagybátyja, a Medici pápa, IV. Pius megtette titkárává. 1560-ban bíborossá és a Milánói Egyházmegye adminisztrátorává nevezte ki. 1563-ban vette fel a papi és a püspöki rendet, miután lelkiismeretesen előkészült rá. 1565-ben elment Milánóba, hogy a trentói zsinat határozatait végrehajtsa. Az imádság és a fáradhatatlan munka embere volt, nem vakította el karrierje, szinódusokkal, vizitációkkal, szemináriumok alapításával megreformálta a klérust és a lelkipásztorkodást. Különös gondja volt a szegényekre és a betegekre, főként az 1576-os pestis járvány idején. Munkája felőrölte egész életerejét. Meghalt 1584. november 3-án, 46 éves korában. Most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, őrizd meg népedben Boromeus Szent Károly püspök lelkületét, hogy egyházad szüntelenül megújuljon fiat képmására, és így megismertesse Krisztust a világgal, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felett áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje. Thank you.
az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer egy előkelő farizeus házában ebédelt. A vendégek közül megszólalt valaki. Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában. Jézus a következő példabeszéddel válaszolt. Egy ember nagy lakomát rendezett, sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma ideje, elküldte szolgáját, és ezt üzente a meghívottaknak. Jöjjetek, minden készen van. De azok sorra mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente, földet vettem, el kell mennem, hogy megnézzem, kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom, kérlek, ments ki engem. Egy további így szólt, most nősültem, nem mehetek. A szolga hazatért, jelentette mindezt az urának. A házigazda haragra lobbant, meghatta szolgájának. Menj ki azonnal a város tereire és utcáira, és vezess be ide a szegényeket, bénákat, vakokat, sántákat. A szolga jelentette. Uram, parancsodat teljesítettem, de még mindig van hely. Az úr akkor megparancsolta a szolgának. Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és kényszeríts be mindenkit, hogy megteljék a házam, mondom nektek. Senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, a mostani evangéliumi szakasznak a klasszikus magyarázata talán világos számunkra. Jézus ebben a beszédben arról akar szólni többek között, és ahogy ezt kezdetben az ősegyházban már értelmezték, hogy voltak közvetlenül azok, akik a nép vezetői, ők is meghívottak voltak Isten országába, de különböző dolgokra hivatkozva nem hallották meg igazából Isten hívó szavát, vagyis nem vették észre, hogy a maga Messiás van közöttük. Az írástudókra, farizeusokra, nép vezetőire vonatkozik mindez. Aztán ott vannak azok, akik lenézettek, még a városon belül ugyan, tehát a választott nép köreiből, de már olyanok, akiket nem vesznek számba, a kitaszítottak, a nyomorultak, a betegek, a sánták. De utána még rajtuk kívül, a városon kívül, vagyis a körön kívül lévők is hivatalosak lettek, akik aztán végképp a lenézettek közé tartoznak. Az a kifejezés, amit az evangélium használ, hogy kényszeríts be őket, nem kifejezetten arra kell gondolni, hogy ostort fogtak és úgy kergették be ezeket az embereket. Keleten még ma is szokás, hogy a szegény embereket, ha valóban meghívják, ők mindig óckodnak és karukon megragadják és így tessékelik be. Nem is volna szabad másképpen viselkedniük egy-egy meghívás alkalmával. Szelíd kényszerítés ez, amikor őket bevezetik egy-egy ilyen ünnepi alkalomra. Hát ez történt itt is. Természetes az Úr Jézus ebben a példabeszédében azért a mi hitünket is megérinti, és meg is akarja érinteni. És azt gondolom, hogy most itt, ezen alkalommal erre is oda kell figyelnünk. Biztos, hogy megragadtuk már az életünkben azokat a pillanatokat, amikor hát végül is fontosnak tűnő dolgokat Isten elé helyeztünk, de aztán utólag láttuk, hogy ugyan fontos a világ szemében, de mégsem annyira fontos, hogy Isten elé helyezzük. Sok mindent föl lehetne sorakoztatni. Akár egy vasárnapi misének az elhagyását, mert valaki éppen jött hozzánk vendégségbe, vagy a család ott volt, és így tovább. De lehetne tovább folytatni a sort, egy imádság, miközben megszólal a mobiltelefonunk, hú, ezt gyorsan föl kell vennem, és beszélnem kell vele. Egyáltalán kimondta, hogy a telefont oda tegyem magam mellé az imádság alatt. Jobb lenne azt máshova, vagy a fiókba, vagy a szomszéd szobába lehalkítva letenni, mert ha én imádkozok, akkor Istennel legyek. És még lehetne sorolni. Mennyiben tartom én valóban első helyen az Istennel való kapcsolatomat, vagy így is lehetne mondani, hogyha rászánom magam arra, hogy Istennel együtt legyek,
Tele vagyok szorongással, félelemmel, aggodalommal, hogy a dolgok akkor nem fognak úgy menni. Pedig nem szabad elfelejtenem, hogy Isten, amíg én imádkozok, addig ő cselekszik, és valószínű, hogy kicsit jobban tud cselekedni, mint én magam. Csak rá kell bíznom. Tehát fontos az, kedves testvérek, hogy az életünkből valóban szakítsunk ki időket, időszakaszokat, amikor Istennel együtt vagyunk, és ne féljünk tőle, hogy ilyenkor vesztesek leszünk. Mint ahogy féltek a meghívottak, hogy hát ha én most elmegyek erre a lakomára, akkor egy jó üzlet fog elesni. Vagy ki kell próbálni az ökreimet. Vagy hát itt a fiatal felesége, már hogy hagyjam én itt. Sok minden van, amire tudunk hivatkozni, de azért, ha szívünk mélyére nézünk, akkor nagyon jól tudjuk, hogy Istent mindig komolyan kell vennünk, és erre soha nem fizetnénk rá. Csak higgyünk és bízzunk benne. Ezt a kegyelmet kérjük a mai napon. És Boromeus Szent Károly nagyon szép példája ennek, aki egy olyan világban élt, amikor ugyan idézőjelben vallásosak voltak az emberek, de mégis nagyon sok tekintetben a hit, az Istennel való kapcsolat anyagi dolgokba csúszott bele, és ő mert hátat fordítani a kor szokásainak. Rengeteg időt töltött az imádsággal, az Istennel való együttléttel, és így tudott hatalmas dolgokat végbevinni. Hát ő is járjon közben értünk. Amen. Kedves testvéreim, Krisztus a jó kérjük a Krisztust, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket. Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül. Aki nyájadat Péterre és utódaira bíztad, add, hogy Ferenc pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse. Kérünk téged, hallgass meg minket. Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Aki ismered tieidet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad. Kérünk téged, hallgass meg minket. Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Kérünk téged, hallgass meg minket. Aki életedet adtad juhaidért, öleld szent szívedre elhunyt szülőket és nagyszülőket, és többi elhunyt testvérünket. Kérünk téged, hallgass meg. Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bízott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevére, kicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész nagy a szent egyházamnak. Urunk Istenünk, tekints áldozati adományainkra, melyeket Boromeus Szent Károly püspök emléknapján oltárodra helyezünk. Őt lelki pásztori buzgóságáért és erényeinek kiváló érdemeiért kitüntetted. Ennek az áldozatnak az erejéből add meg nekünk is, hogy munkálkodásunk
igaz eredményekben bővelkedjék. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És veletek. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Borromeó Szent Károly ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük és vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazz rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálát hirdetjük, Urunk, és hitre álljunk feltámadásodat, amíg el nem jön. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel,
és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Boromeó Szent Károllyal, első remete Szent Pál és boldog Özséb atyánkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Add kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És az a felületek. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, mondja az Úr.
Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, a magunkhoz vett szentségi jeledel árassza el lelkünket azzal az erővel, amely Boromeó Szent Károly püspököt a szolgálatban hűségessé, s a szeretetben buzgóvá tette. Krisztus, a mi Urunk által. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy november 7-én első pénteken a Sziklatemplom vendége lesz egy Horváth Pálos szerzetes Márko atya. Hazájában jelentős életvédelmi mozgalom szervezője, anyaotthonokat működtet, és az úgynevezett Betlehem kápolnákat alakította ki több templomban is, amelyekbe gyermekáldásra addig hiába vágyakozók helyezik el kéréseiket. A kérések jelentős része az imák hatására meghallgatással el Istennél. A november 7-én, első pénteken 17 órakor kezdődő misét Márko atya tartja a Sziklatemplomban latinul, ezután pedig az élet védelméért kifejtett munkájáról fog beszélni, és arról, miként lehetne ezeket Magyarországon is megvalósítani. Erre az alkalomra mindenkit szeretettel várunk. Azokat pedig különösképpen hívjuk, akiknek meddőségtől vagy esetleg abortusztól sebzett családok, nők vannak a környezetében. Most fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen. Imádkozzunk édes hazánkért és a pálosány szándékára, oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esdezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.